köszöntöm kedves megjelent vendégeinket és Bábolna polgárait a mai sportcsarnokavatási ünnepségünkön, melyre hosszú ideje várt Bábolna lakossága. Az összefogás meghozta gyümölcsét. Most ebben az új épületben ünnepelhetünk együtt vendégeinkkel. Külön tisztelettel köszöntöm Medgyessy Péter miniszterelnök urat, aki elfogadta településünk meghívását, és megtiszteli a bábolnai sportcsarnok avatási és átadási ünnepségét jelenlétével. Továbbá köszöntöm választókörzetünk országgyűlési képviselőjét, Keleti György urat. Testvértelepülésünk Sigharckirchen polgármesterét, József Ungler urat. Továbbá köszöntöm környező települések polgármestereit, a bábolnai társaságok vezetőit, az egyházak vezetőit, mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat és településünk megjelent lakóit. Felkérem Kovácsné dr. Horváth Klára polgármesterasszony, hogy szíveskedjék köszöntő beszédét megtartani. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt ünneplő közönség, kedves bábolnaiak! Úgy gondolom, tudom, hogy a mai nap településünk számára egy dicsőséges nap. Egyrészt, mert a Magyar Köztársaság miniszterelnökét, Medgyessy Péter urat köszönhetjük településünkön, aki eljött e nevezetes napunkra. Én is köszöntöm őt. Másrészt csodálatosnak tekintjük ezt a mai napot, mert egy új létesítményt, Bábolna sportcsarnokát avatjuk. Amikor a beszédemen gondolkoztam, visszagondoltam az eltelt időszakra. Eszembe jutott a bábolnaiak öröme attól a naptól kezdve, amikor elhangzott a hír, hogy felépül ez a létesítmény, de ugyanakkor azok a gondolatok is megjelentek, az a szkepticizmus, ami megjelent kérdésekbe, egyáltalán milyen lesz ez a létesítmény, mennyi idő alatt épül fel, ennyi idő alatt fel tud-e egyáltalán épülni. De már akkor tudtam, hogy ez a létesítmény megvalósul, mert az itt élő emberek akarják, tudják, hogy szükség van erre a településre, és velünk, az önkormányzattal együtt segítették azt nap, mint nap, hogy létre kell jönni ennek a létesítménynek. A 60-es, 70-es, 80-as években Bábolnán aktív sportélet volt. Futballisták, kézilabdások, lovasok és vezetőik öregítették Bábolna jó hírnevét ezen a téren is. Úgy gondoltuk, gondoltam, köszönet jár nekik ezért a tevékenységért, azért, amit tettek Bábolna hírnevéért. Ezért emléklapokat postáztunk ki mindazoknak, akik a sportban jeleskedtek Bábolnán az elmúlt években. Körülbelül 300-400 embernek küldtünk ilyen emléklapot, köszönetül azért, hogy tettek a sportért Bábolnán. Ismételten itt is megköszönöm mindannyiuknak, hogy ezt a jó hírnevet segítették, és segítik a mai nap is. 157 nap. 157 napnak a története a következő volt. 2001. december 5-én letettük Bábolna sportcsarnokának alapkövét. Ezt követően nagyon rövid idő alatt, 157 nap alatt 2002. július 2-án a használatba vételi engedélyt is megkapta ez a létesítmény. Az Alland IPS Kft. Tevékenységének, kiváló tevékenységének köszönhetően készült el ez a létesítmény. A Bauding Kft. Volt a kivitelező, az önkormányzat Kft.-je végezte a kommunál BT-vel együtt a zöldnövényeket, a zöldnövények telepítését, a Tuti Sport BT Budapestről a sportberendezéseket szállította, a Kerifa Kft. Pedig az öltözők berendezésébe segített. Köszönöm mindannyiuknak ezt a tevékenységet. 2002. augusztusában a Kézilabda Szövetségtől meglátogatták a települést, minősítették ezt a sportcsarnokot.
A minősítés eredményeként megállapították, hogy a nemzetközi szabványnak megfelelő létesítmény, Európa szintű sporteseményeket tudunk itt rendezni, és a hírek szerint, az érdeklődés szerint jövőre már lesz is egy Európa bajnokságunk Bábolnán. Szeretném felkérni Sinka László urat, hogy az erről szóló oklevelet adja át nekem. Szeretnék még egy jó célú felajánlásról is tájékoztatni. Az IKRRT, aki mindig támogatja rendezvényeinket és Bábolna életét, sportszervásárlásra irányuló támogatást ajánlott fel számunkra, mivel tudja, hogy az önkormányzat büdzséje elégvéges, és ehhez az intézményhez, ehhez a sportcsarnokhoz is elég sok pénzt költött az önkormányzat. Felkérném az IKRRT részéről Szakszon Attila vezérigazgatóra, hogy ezt a vásárlási utalványt adja át. A sportcsarnok felépült, mint mindannyian látják. A falu lakosai, az önkormányzat képviselői, a polgármesteri hivatal dolgozói nagyon sokat tettek azért, hogy most itt ilyen melegbe ülhessünk. Öröm volt látni azt a lelkesedést a falu lakói részéről, hogy mindannyian érdeklődtek az építkezés iránt, hogy milyen stádiumban van, a boltban, az utcán, vagy akár bármely ülésen, mindig kérdés volt ez. Szeptember 1-től birtokba veszik az iskolások, délután a falu sportot kedvelő lakói, de ezt természetesen közösségi célú létesítményekre is használni fogjuk. Mindannyiunké ez az épület. Mindenki magáinak érzi, hisz Bábolna lakosai akarták, hogy ez legyen. Köszönöm mindannyiuknak ezt. Köszönöm, hogy felhívták figyelmemet arra is, hogy a sportcsarnok sokkal, de sokkal fontosabb ennek a településnek, mint egy strandot építeni, de remélem, hogy az elkövetkezendő időszakban Bábolna nyitni tud az idegenforgalom felé is, és megvalósul az a hőn áhított álom, hogy idegenforgalom lesz, termálkút lesz, és strandja lesz Bábolnának. Kívánom! Kívánom mindannyiunknak, hogy tudjunk ezzel a létesítménnyel élni, örömmel és boldogan vegyük birtokba, és használjuk azt. És miután tájékoztatni szeretném arról a falu lakosságát, hogy az Alland Kft-vel a cserére irányuló szerződés végbe ment, ezért a falu lakosságának most ezzel átadom ezt az intézményt, használják egészséggel, tekintse mindenki ezt magának. Ezzel az épületet megnyitottnak tekintem. Köszönöm szépen! Tisztelettel megkérem Medgyessy Péter miniszterelnök urat, hogy szíveskedjék ünnepi beszédét megtartani. Tisztelt bábolnaiak, kedves hölgyeim és uraim! Meg kell vallanom, hogy szent félelemmel figyeltem, hogy tűzre pattant polgármester asszony tőlem mit fog kérni, mit adjak át neki. Hát én mindenek előtt és mindenek felett szeretném átadni azt a köszöntést, ami szól a bábolnaniaknak, szól önöknek, akiknek köszönhetően itt együtt lehetünk, és ünnepelhetjük azt, hogy létrejött egy nagyszerű létesítmény. Nagy örömmel fogadtam el ezt a meghívást, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy együtt lehetünk. Örömmel azért, mert úgy gondolom, hogy ha valaki építkezésbe kezd, az biztos azt jelenti, hogy bízik a jövőben. Minden építkezés jó, mert élénkíti a gazdaságot. Munkát jelent az embereknek. Örülök, hogy a bábolnaiak bíznak abban, hogy megtérül, amit befektettek.
mert ez a befektetés, mindannyian tudjuk, hosszú távú. Nem csak a gazdaság fejlődéséről szól, hanem az emberekről, az emberek testi-lelki egészségéről. Külön öröm, ha az ország különböző pontjain létesülnek új intézmények, ugyanis az ország nem csak Budapestből áll. Látom a magyar városokat. Látom azt, hogy vannak sikeresek, és vannak, amelyek nem jutnak egyről a kettőre. A sikerhez sok minden kell. Dolgos emberek, okos tervek, tisztesség és jó vezetők. A kormány, ígérhetem, meg fogja tenni a dolgát. Nekem nem lesz kedvenc és mellőzött városom, nem a politika színe számít, hanem a tehetség, a tenni akarás és a becsület. És ilyen körülmények között üdvözlöm és köszöntöm azt, hogy ez a helyiség tud magáról gondoskodni, tud olyat mutatni az országnak, amire mindannyian örömmel nézünk. Hölgyeim és uraim, egy felelős kormányfőnek mindig a nemzet, az ország érdekeit kell szem előtt tartania. Ez jelenti, véleményem szerint, a nemzeti politikát. Minden egyes hazánkban felépített sportlétesítmény a nemzet érdekeit szolgálja. Mi is, ahogyan önök, azt szeretnénk, ha jobban, egészségesebben élnénk. Módonban volt a mai napomat Győr-Sopron megyében tölteni, és így Győrben a Petszaladár kórházban járni. És ott orvosok felhívták a figyelmet arra, amit egyébként mindannyian persze tudunk, hogy mennyire fontos az egészséges életmód. Mennyire fontos az, hogy az a sokfajta betegség, ami az embereket környékezi, megelőzhető legyen egy jobb, egészségesebb életmóddal. És ebbe az egészséges életmódba bizony beletartozik a mozgás, beletartozik a sport, és ezért is örülök annak, hogy erre itt lehetőség lesz. Egészséges ember sikeresebb. Csak sikeres ember hazája lesz sikeres ország. Mi sikeres és az egészséges Magyarországot akarunk. A sikerhez pedig sok mindenre van szükség. Tetvágyra, bátorságra és egymás iránti felelősségvállalásra. Több felelősséget kell vállalnunk egymásért és önmagunkért. Gyermekeinkért, társainkért, közösségünkért. Közös célokért kell összefognunk. Ahogyan a kormányprogram fogalmaz, cselekednünk kell most és mindenkiért. Nem csak holnap, nem csak jövőre, nem csak 10 év múlva, és nem csak néhányakért, hanem most és mindenkiért. Együtt és egymásért. És hadd mondjam örömmel, egyre többen érzik, ma magyarnak lenni jó. Ezt önmagunkra támaszkodva önerőből értük el az elmúlt évtizedekben. Talán megkockáztatom az elmúlt évszázadokban. Remélem és kívánom, hogy azt is érezzék, bábolnaiak is lenni jó. A kormány nem tud gazdagságot adni minden családnak. Nekünk az a dolgunk, hogy kinyissuk az ajtókat. De önöknek kell átlépni rajta. Ehhez tudás, bátorság és sikernek örülő környezet kell. Sikernek örülő környezet. Bizony, hányszor előfordul az, hogy egy kicsi irigységgel nézzük egymást. Én azt szeretném, ha a jót jól tudnánk megélni. Ha tudnánk örülni egymás sikereinek, a másik sikerének is. Ennek megteremtésében persze van feladatunk. Ezért örülök, ha egy új intézményt adunk át. Önök építették maguknak és az országnak. Tisztelt bábolnaiak! Az ilyen vidéki sportcsarnokokban sportoló gyerekek jelentik a magyar élsport utánpótlását. Ők jelentik a jövő sportoló Magyarországát. Szülőként abban bízunk, hogy egészségesek legyenek gyermekeink. Magyarként abban bízunk, hogy sikeresek legyenek sportolóink. Ehhez nyugodt háttér és persze ilyen helyek kellenek. A biztonsághoz, a nyugalomhoz hozzátartozik, hogy tudjuk, itthon vagyunk Bábolnán, itthon vagyunk Magyarországon. És ez nagyon fontos. Ebben a csarnokban otthonra lelnek a sportolók, otthonra lelnek
lel a kultúra, és otthonra lelnek a fiatalok. Sőt, otthonra lelnek a bábolnaiak, ha csapatuk játszik majd. Kedves barátaim, szeretnék tiszta szívből gratulálni Bábolna vezetőinek, hogy megvalósították ezt a nagyszerű tervet. Gratulálok a tervezőknek, a kivitelezőknek, a sportcsarnokot felépítő munkásoknak. Sok sikert kívánok a csarnok leendő sportolóinak és edzőinek, mert az önök sikere egyúttal mindannyiunk sikere is. Köszönöm, hogy meghallgattam.
tisztelettel felkérem az egyháza képviselőit, Varga Imre katolikus plébános urat, Jakab Zsigmond református lelkész urat, valamint Ihász Beatrix evangélikus lelkésznőt, hogy a sportcsarnok épületének felszenteléséhez szíveskedjenek ide fáradni a színpadra. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, alázattal lépjük át a sportcsarnok küszöbét. Költözzék ide velünk együtt örökös boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség. Távozzék-e helyről a gonosz lélek ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak itt a békesség angyalai, dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet bennünk, áld meg, amit teszünk, szenteld meg szerény szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy, és az is maradsz az Atyával és a Szent Lélekkel mindörökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amiképpen szól hozzánk ebben az emberileg kiemelkedő órában, és amint írva található a példabeszédek könyve első részének 7-től 9-ig terjedő verseiben eképpen. Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. A bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Hallgass, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását és a te anyádnak oktatását el ne hagyd, mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranylánc a te nyakadra. Tisztelt ünneplő közösség! A bölcsesség irodalom mindig szerves része volt a közösségek formálásának. Csak éppen gondolkodó és éppen előre tekintő népek tudtak megállani a mindenkori viharokban. Csak éppen gondolkodó emberek és népek tudtak megújulni valahányszor valami pusztítás érte őket. Aztán a bölcsességirodalom Isten népének elhívásával azzal nőtt a többi bölcsességirodalom fölé, hogy az Úrnak félelmére nem csak a kiszámíthatóságra épített, hanem a tiszteletre, tisztességre, az egymás közötti viszony megélésére. Ebben nevelték az új nemzedékeket, ezzel indították útjára, az élet harcára mindazokat, akik erre hivattak, akik erre küldettek. Aztán miután már hagyománnyá vált a sport is az ember életében, Biblia is ír róla, csak szabályszerűen volt szabad küzdeni. A szabályokat tudni kellett. És a szabályokat az értelmes ember mindig betartotta. Sokat hallottunk a sportéletben, nagyon sok kiemelkedő emberről,
Én valamikor rengeteget fotballoztam is, és elég magas szinten is, de én nem a annyira ajnározott neveket jegyeztem meg, hanem egy nagyon szelid embernek a nevét. Franz Beckenbauernek hívták. Arról volt híres, hogy egész pályafutása alatt egyszer sem vétett testileg a szemben álló fél játékosa felé. Így kell megtanulni. És én Erdélyben, Nagyenyeden nőttem fel az ottani kultúrának a bölcsőjében. És amikor oda nőttem, hogy már iskolai csapatban tudtam szerepelni, olyan öröm volt, olyan büszkeség volt magunkra ölteni a meszt, az iskolának a sportcsapata a tudomány nevet viselte. Ezzel a mindenféle tudománnyal lehet tovább élni. Erre való figyelésre int a Zsoltár író, a te atyádnak, a te tanítóidnak tanácsát hallgass meg, otthon a te anyádnak a jóra intő szavait fogadd meg, mert akkor jutsz el oda, hogy babérkoszorút lesz a te fejeden ékességű, és aranylánc a te nyakadon, mint győztesnek. Ehhez kívánok sok kitartást, sok útmutatót, sok útmutatást, és Isten áldását mindenki számára. Testvéreim, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk és Atyánk, köszönjük néked ez szép ünnepen, hogy hálát adhatunk ezért a sportcsarnokért. Add, hogy ezen az órán könyörgésünket eléd vihessük. Könyörgünk azokért, akik majd ebben a sportcsarnokban fogják edzeni testüket. Idősekért és fiatalokért, iskolásokért, gyermekekért. Add, hogy testük edzése mellett figyeljenek oda lelki épségükre, egészségükre is. Végtelen irgalmatban bízva könyörgünk mindazért, amiért tetszésed szerint könyörögnünk kell. Könyörgünk a te országod eljöveteléért és üdvözítő akaratod teljesüléséért, evangéliumod szolgálatáért és egyházad egységéért. Könyörgünk a világért, annak rendjéért és békéért. Áld meg hazánkat, népünket, vezetőinket, a népeket és vezetőiket, hogy megszilárduljon a béke, terjedjen a jólét hazánkban és a világon. Könyörgünk a szenvedőkért és a betegekért, az özvegyekért és az árvákért, az elhagyottakért és a haldoklókért is. Áld meg a munkában állókat munkakedvel, a házastársakat és családokat szeretettel, békességgel és boldogsággal, közel és távol lévő szeretteinket, atyai jóságoddal. Add, hogy megmaradjunk mindvégig a hitben, a szeretetben, és tiéd legyünk életünkben, halálunkban. A te fiad szavaival, Jézus Krisztus Urunk szavával könyörgünk még hozzád. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérem, tekintsék meg a bábornai modern táncosok elköszönő műsorszámát.
Dr. Horváth Klára polgármesterasszonyt, hogy szíveskedjenek átadni Bábolna Nagykészség önkormányzata nevében azokat az elismeréseket, melyeket a sport területén végzett kiemelkedő munkájukért kapnak az arra érdemes lakosaink a sportcsarnok avatása alkalmából. Elsőnek kérném szépen Lukovics Józsefet. Szanek János urat kérem. Szilágyi Ágnes. Szilágyi András. Karvai Imre.
Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel a Bábornai Cseperedők Néptánc csoport műsorát. A néptánc csoportot Bors Erika és Török Sándor készítette fel. Thank you.
Hölgyeim és uraim! Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat Báborné életében egy fontos szerepet játszó eseményre. Remélem, sikerült mindenki számára emlékezetes perceket szereznünk. Az est hátra levő részére további kellemes időtöltést kívánok. Befejezésként kérem, hallgassuk meg a szózatot.